A nyári szünet után ismét élet költözött a Trend Optika jégcsarnokba. A szombathelyi pingvinek otthonaként funkcionáló létesítményt jégkorongsporttal kacérkodó 10-14 éves gyerekek vették birtokba. A tengeren túlon is sikeres Péter Bohunicki irányításával nyári táborban vettek részt a jövő reménységei. Ez egy korcsolya készségfejlesztő tábor, amit a Péter Bohunicki, egy szlovák szakember koordinálásával, több szlovák edző részvételével sikerült most itt Szombathelyre szervezni, úgymond. Valójában ehhez mi a helyet adjuk, és nyilván némi háttértámogatást, ami egyébként ezt az ő menedzsmentjük szervezte meg az idén először, de reméljük, hogy nem utoljára. A trénerek irányításával játékos formában fejlesztették a gyerekek korcsolyatudását, a foglalkozásokon a jégkorongsportban szükséges mozgásokat, lövéseket is tökéletesíteni tudták a szakemberek. A szlovák edző több NHL játékossal is dolgozott már, de nagyon élvezte a fiatalokkal való közös munkát. Nagyon jó érzés látni, hogy a gyerekeknek jó érzékük van a sportákhoz. A képességeiket, készségeiket próbáljuk meg jobban fejleszteni, hogy majd a jövő nagy csillagai legyenek. A táborban nem csak Szombathelyről, Magyarországról és a környező országokból érkeztek gyerekek, hanem az Egyesült Államokból is, ahol a jégkorong, a kosárlabda és az amerikai foci mellett nemzeti sportnak számít. Azért jöttem itt Magyarországon, hogy tudok jégkorongozni, mert nagyon szeretem a korcsolyázni, mindig szerettem, meg hogy, ahogy láttam az embereket, hogy ők hogy játszanak, akkor azt akartam csinálni, meg amúgy mindent szeretek a jégkorongban, jégkorcsolyázni, lőni, a játékot is szeretem, nagyon szeretem nézni. Az egyhetes táborban nem csak jeges, hanem száraz edzéseken is részt vehettek a gyerekek, akik közül többen már a következő szezonban is kamatoztathatják a megszerzett tudást.